No hát beköszöntött újra a tél, az igazi tél. Most nagyjából egy hete már hideg is van, hó is van, ahol kell legalábbis. Itt a városban szerencsére nincsen, de például az Eplényi Sí Arénában van, ahol egyébként is van, mert hogy fújják a havat, ha kell, hanem éjjel-nappal sok műhó. Nem semmiért, hanem miértünk, hogy tudjunk síelni. Ezzel kapcsolatban a vendégünk Sós Csaba, a Gastro for Free program főszervezője, és Gianni Annoni kell le őt bemutatni önöknek, a Trattoria Pomodoro étterem üzlet vezető, és még sok minden más mondhatnánk el róla, de azt szerintem kitöltene műsoridőt, hogyha mindent elmondanánk. No, mi ez az akció, amit szerveztek, mert egy kicsit ugye a vendéglátóipar megmentéséről is van szó, és itt egy sajátos együttműködés van köztetek. Melyikötök kezdi? Szerintem a szervezőnek, jó reggelt először is, de a szervezőnek a szót szerintem. Köszönöm, belevágok. Az Eplényi Sí Arénában egyébként tavaly december elejé óta kellő hideg van, azóta nyitva tartunk. Egyedüli sípályaként Magyarországon, ami némi nehézséget okozott egyébként a szezon indulásakor, hiszen külföldre nem nagyon járnak síelni a magyarok a vonatkozó szabályok értelmében, és ezért egyedül az Eplényi Sí Arénának kellett állni a sarat. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is, és az idei szezon, bár még nincsen vége, még egy 4-5 hétben bízunk, de a története fennállása óta talán a legsikeresebb síszezonja a Sí Arénának, és ezt a sikert szeretnénk megosztani az éttermeink kinyitásával, három konyhánk a vendéglátó szektor részére történő átadásával. Na de hogyan? Mert ugye Gianni nem azért ül itt, mert síelni jár le. Hát pászta és pizzával jövünk, de is megyünk. Hát a legjobb síelés közben egyértelmű. De szükség is van rá, nem? Mert gondolom óriási tömegek vannak, valamivel letetni kell őket, úgyhogy jól jön ilyenkor egy jó vendég. Tömegekről nem beszélünk, sokan vannak, és abban bízunk, hogy ez a vannak program... Vannak biztonsági előírások, ez fontos elmondani, amit mindent nyilvánvalóan betartjátok, mert nem is lehetnétek nyitva, tehát gondolom, hogy ennek azért nincsenek tömegben, szűritek, tehát korlátozzátok, vagy szerintem jönnének emberek, nem? Korlátozunk is egyébként. Tömegekről azért nem beszélünk, hogy ne beszéljünk tömegekről. Uh-huh. Tényleg sokan vannak egyébként, de a Sí Aréna a vonatkozó jogszabályokon túl további korlátozásokat is bevezetett. Uh-huh. A maszk használat például sportolás közben is kötelező, és korlátozzuk a vendégeink számát. 20 négyzetméterre juthat egy síelő, ami egy, úgy gondoljuk, hogy egy kellően biztonságos szám. Kim vannak a szabadban, mindenki fel van öltözve, csősáv van a síelőkön, snowboardosokon vagy maszk, kesztyű, sapka, tehát az egész testet elfedő. Az ízélmény viszont korlátlan, ugye? Megúgták a síelést, akkor hogy segítetek a vendéglátósokon? Hát minket megcsörög a telefon egy nap, és akkor fölveszem, és ezzel a fantasztikus, hogy lehet mondani, vendéglátó mentő csomaggal próbálkozott Eplény nekünk így megajándékozni, mi elfogadtuk a meghívást. Nem vagyunk az egyedülőek, például, ha jól tudom, a hétvégén volt a Mák étterem, aki... Ezt beosztjátok? Be van osztva egy hétvége per étterem, én úgy gondolom, hogy így van beosztva, és mi következünk jövő héten, nem ezen a héten, azutáni héten leszünk. Egy-egy hetet van egy-egy vendéglátó csapat? Van, aki 3-4 napot, van, aki egy hetet van. Mi 3 napot vállaltunk, nekünk nagyon fontos volt pszichésen kikapcsolódni, nem is arra, hogy most ételt elkészíteni, kicsit úgy dolgoztunk, mint ahogy szoktunk a szakmában nevezni, ilyen black kitchen, szóval ilyen sötét konyhák, ami alapjáraton nem a vendégeket látod, de ételt, csak ételt készítesz vakon. És érdekes módon, de minket pont az, ami örömmel teszteli, nem csak az ételnek az elkészítése, de az emberi kapcsolat. Mi megpróbálunk távolság, meg fogjuk kérni, hogy a sorban állás is legyen távolság egymás között, mert ne felejtjük el, hogy mi történt a Balatonon, hogy lehet, hogy egymás hátán voltunk annyira, hogy utána szépen így a fertőzés megadta, ha így lehet mondani, a második hullám erejét is. Figyeltek erre is. Figyelni fogunk mindenféleképpen, de ez kötelező szerintem, ez a legfontosabb dolog, hogy bármennyire mi vagyunk megsérülve, szerint az emberiséget kell itt óvni, nem egy szektort. Hogy éltetek túl a tétel? Hát mi a házhoz szállítása, ne felejtjük el azért, hogy a vendéglátóipari egységeknek, mi nagyon szerencsések vagyunk, 18 éve létezünk, és egyébként ez egy nagyon erős törzs közönséggel rendelkezünk. Mi azt kell, hogy elmondjuk, hogy a karácsonyi időszakot abszolút, ha így lehet mondani, jól el tudtunk evezni az ilyen nehéz vizeken. Azért biztos az, hogy a január-február az egész vendéglátóipari egységeknek egy ilyen nehezebb időszak, és általában a november-december szokott lenni az a két hónap, ahol kisegít minket. Most nagyon-nagyon nehéz,
de tudjuk, hogy ez előbb-utóbb bekeletkezett volna, innentől kezdve csak össze kell tartani, ennyit kell csinálni, és ilyenkor látszanak is azok az emberi tulajdonságok jönnek létre szerintem, ami nagyon fontosak, az az összetartás, és itt is látszik, hogy Plainvid adott nekünk lehetőséget arra, egy kicsit megmozduljunk agyilag, mert az volt a legnehezebb, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy egyáltalán a vendéglátást ugyanúgy szeressék, mint egy évvel ezelőtt. Csaba, még egy pár szóban mondani, nem sok időnk van már, hogy működik ez pontosan, akkor minden hétvégén más étterem, hány étterem, és meddig tart ez a program tulajdonképpen? Két bejáratunk van, és összesen 6 éttermünk. A 6 étteremből 4 az egyik bejárat, a korábbi főbejáratunk centrumában található. Ezek lépésnyi távolságra vannak egymástól, és a 4 étteremből 3-at ajánlottunk fel a Gastro for Free programnak. Egy vetésforgóval váltják egymást az éttermek. A múlt héten volt a Mazeltov, a Tereza, a Mák bisztró. Ezen a héten jön a Pörc bisztró Balatonkeneséről, a Vágódeszka Kecskemétről, lesz a héten még a Brooklyn, és jövő héten jönnek a jazzék. Az énesek kínált, szerintem a síelők még örülnek is ennek. Igen, és a sztori arról szól, van egy ilyen anyagi ösztönzés is benne, hogy ingyenesen ajánljuk fel az éttermeket, a konyhai berendezéseinket is, sőt a bevétel, illetve a profit az azt megtermelő éttermé. Szuper, hát ez igazán nagyon nagy vonal. Nagyon köszönjük, hogy remélem, hogy sikerült azért hírt adni erről. Gratulálunk a kezdeményezéshez. Köszönjük szépen. Szép napot nektek.